az ember ragaszkodik a demokráciához, egészen pontosan az általa elképzelt szabadsághoz. Viszont vajon felmerje tenni azt a kérdést, hogy mi lett volna az igazsággal, hogyha 2000 évvel ezelőtt Isten az igazságot a demokratikus szavazás tárgyává tette volna? Hogyha Isten úgy döntött volna, hogy na emberek, akkor most megszavazzátok, hogy mi legyen az igazság. Hogyha úgy döntötök, hogy Jézus ellen szavaztok, mert én azt mondtam, hogy ő az igazság, és ő meghal örökre, akkor hol tartana most az emberiség? Vajon visszakerültünk volna a csúszómászók szintjére? Vagy egyáltalán létezne-e ember a Földön? Létezne élet egyáltalán a Földön? Hogyha úgy döntöttünk volna, vagy hogyha Isten úgy döntött volna, hogy az igazságot a demokratikus szavazás tárgyává teszi? A többség Jézus ellen szavaz, és hát akkor úgy döntenek, hogy megölik őt, és megvárják, amíg feltámad, és még egyszer megölik, majd még egyszer is addig öldöklik, amíg végleg eltűnik a Földről. Hogyha ezt Isten engedte volna, akkor lenne-e még erkölcs, lenne-e még szeretet, lenne-e még szolgálatkészség, lenne-e önfeláldozás, lenne-e odaadás, lenne-e érzelem egyáltalán az emberek között? És nyilván ez felveti azt a kérdést is, hogy vajon Isten diktátor? Ő diktátor? És a válasz az, hogy igen, igen, ő diktálja a tempót. Hiába mondjuk azt, hogy az Illuminati, meg a szabad kőművesek, meg a szabad, mit tudom én, kovácsok összefogtak, meg nem tudom én, ez mind bullshit, ez mind hazugság, drága emberek. A világ, de teljesen nyilvánvalóvá tette Isten az ő profétái által, hogy a világ vezetői is muszáj azt csinálják, amit ő mond. Annak függvényében nyilván, hogy mire van szükség? Annak függvényében, hogy merre alakul a nemzetnek a sorsa? Hogy Isten megengedi a diktatúrát időnként? Persze, hogy megengedi. Miért? Azért, mert az emberek megrészegültek a szabadságtól, megrészegültek a demokráciától. És az teljesen felborította az ő értékrendjüket. És hogyha Isten nem engedi meg a törvénynek a hatalmát, a törvény erejét, ugye most Oroszország által, a Kelet által, akkor az emberiség el fog tűnni a Földről. Az emberiség teljesen felemészti saját magát. És ahogy a tudósaink óhatják és kívánják, ugye, és népszerűsítik a gondolatot, egybe fog olvadni a saját teremtményével, a halott dolgokkal, a robotokkal, a gépekkel. Már így is az van ugye, hogy azt mondjuk, hogy biorobotok vagyunk, meg hogy majdhogy nem zombik vagyunk, gépiesen gondolkodunk, gépiesen kelünk, gépiesen fekszünk. Mindent robotszerűen csinálunk. Mi lenne, hogyha Isten megengedné azt, hogy tovább csináljuk ezt a saját akaratunk szerint? Mi lenne, hogyha nem engedné meg Isten újból a diktatúrát? Márpedig meg fogja engedni, hogyha élet lesz a Földön, drága embertársak, az csak úgy lehet, úgy történhet meg, hogyha újból diktatúra lesz a Földön. Diktatúra lesz Magyarországon. A törvény fog uralkodni. Mert Isten azt akarta, hogy uralkodjon a kegyelem, uralkodjon az igazság. Ő azt akarta és azt javasolta Jézus által, hogy ismerjük meg őt, az ő szavát, hogy kerüljünk élő kapcsolatba vele, hogy ne kelljen nekünk törvény se könyvben, sem a Bibliában, semmilyen módon, hanem a lelkiismeretünkben érezzük az ő szavát, és azt szerint éljük az életünket. Isten ezt akarta. Isten nem törvényt akart, Isten még csak ugye, hát diktatúrát sem akart, teljesen biztos. Ő ezt nem akarta. Ő nem akarta, hogy így legyen. De még így is jobb, mint a temetőben, mint a halálban. Mint a kárhozatban, amikor a lélek már teljesen eltorzul, a csótány szintjére süllyed, mert az történik.
az amerikai demokrácia által az amerikai szabados, törvénytelen és Krisztust szembeköpő demokrácia által ez történik, drága embertársak. Ezt muszáj meglássuk, ezt muszáj bevalljuk magunknak. Aki ezt nem vallja be, azon már nem lehet segíteni, azon már Isten sem tud segíteni. Ha nem akarjuk meglátni azt, hogy Amerika a törvényt elvetette, eltorzította, átírta a saját hasonlatosságára, a saját kívánsága szerint írta át az élet törvényeit. Ezért van az, hogy most már ottan minden szabad. Lehet házasodni most már lassan a kutyákkal, a macskákkal, a tehenekkel. Teljesen mindegy. Mert teljesen felrúgtuk a törvényeket. És a kegyelemből, Jézus szavából egy mesét csináltunk, egy ilyen karizmatikus keresztény mesét csináltunk. Ezért fogja megengedni Isten újból a törvény uralkodását, és ezért vesznek el a birodalmak. Azok, amelyek így hirtelen felemelkednek, ugye az amerikai birodalom, a római, a görög és az összes birodalom, ugye, amely felemelkedett, el van tűnve, sehol nincs. Mert így engedi Isten, hogy ez történjen, ezt akarja, hogyha az embernek nem kell sem a törvény, sem a kegyelem, na akkor kell pusztulnia. Isten nem a törvényt akarja, hanem ahogy mondja a próféta, az ő terve az volt, hogy a törvényt, az életnek az alaptörvényét a szívünkbe helyezze, a szívünkbe írja, a hús szív tábláira írja a törvényt, hogy ne kelljen mi agyaljunk és gondolkozzunk, hogy vajon mi a helyes, mi a jó. Együnk az élet fájából, eleget ettünk a tudás fájából, ugye, tudás fájának a gyümölcséről, együnk az élet fájának a gyümölcséből, hogy élhessünk. És ez azt jelenti, hogy Isten ugye a törvényt, az életnek a törvényét a szívünkbe helyezné. Ugye Krisztus által, az ő vére által jelképesen a szívünkbe írja az élet törvényét, és akkor mi nem kell agyaljunk azon, hogy vajon mi a helyes, mi nem helyes, hogy kéne csinálni. Nem kell törvénykezzünk, nem kell ítélkezzünk, mert érezzük a törvényt a szívünkben, és azt szerint élünk. És ahogy kegyelmet kaptunk, mi is kegyelmesek vagyunk. Ahogy nekünk Isten megbocsájtott, úgy mi is megbocsájtunk az embertársainknak. Na ez volt az ő célja. De hogyha ez nekünk nem kell, már pedig Amerikának nem kell, Amerika megtagadta, szembe köpte Krisztust, kiforgatta teljes mértékben az ő szavait, a Krisztusnak a beszédét, az ő nevét a varázslás tárgyává tette. Az amerikai Krisztus az valójában nem Krisztus, hanem Jézabel, a bűbáj és a varázslás szellemisége. Ezért van olyan sok ilyen hipnotikus zene az amerikai kereszténységben, meg ilyen Harry Potter-szerű varázslás, hogy tölts be, Szent Szellem, tölts be, meg hogy menjél ki, meg küldik az ördögöt balra-jobbra, és parancsolnak Istennek, ugye? Valójában nem Istennek parancsolnak, hanem a Szellemnek, ugye ők mondják, hogy a Szent Szellemnek. Na ezzel csak azt akarom mondani, hogy mivel, hogy az amerikai kereszténység a Jézus nevét Jézabellel asszociálja a gyakorlatban. Tehát amit az amerikai kereszténység megmutat, az Jézabel, valamint Bálám, ugye? Tehát Jézabel a varázsló asszony, ugye? A bűbájos asszony, és a Bálám a hazug proféta, a hamis proféta. És nyilván ugye a másik, a klasszikus dolog, a nikolaiták rendszere, a piramis rendszer. A hatalmi hierarchia. Na ezt tette az amerikai kereszténység Jézus nevével, tehát teljes mértékben szembe köpte az ő keresztjét. És maradt volna a törvény, de miközben ugye ez történt, hogy a Jézus nevét teljesen eltorzították, az ő szavát teljesen elfelejtették, aközben az történt, hogy a törvényt is felrúgták. Az élet törvényeit, ami megadatott Mózes által, és ami le volt írva Mózes által, és az egész világ alkalmazza, azokat a törvényeket teljesen felrúgták, és átalakították. Tehát kihúzták azt, amit Isten mondott, és betették helyette azt, amit ők gondoltak, hogy márpedig egy férfi és egy nő is nyugodtan házasodhat azonos neműekkel, akár állatokkal is. És bármit csinálhatunk most már, mindent szabad. A szabadság nevében gyilkoljuk egymást, a szabadság nevében elhallgatjuk az igazságot, a szabadság nevében
azt csinálunk, amit mi akarunk, amikor azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, valójában azt kívánjuk, hogy legyen meg a mi akaratunk. Na erről szól az amerikai szabadság, ami valójában nem más, mint szabadosság. És a szabadosság a halálba visz, drága embertársak. A halálba visz. Tehát a kérdés, hogy Isten a demokrácia, a demokratikus szavazás tárgyává tette az igazságot, a válasz az, hogy nem. Isten úgymond nem akar demokráciát olyan emberek között, akik a szabadságot arra használják, hogy egymást gyilkolják, egymással versenyezzenek, egymást gunyolják, egymást csúfolják, egymást megszégyenítsék, és egymás fölött hatalmaskodjanak. Isten nem akar senkinek szabadságot adni, akiben ilyen lelkület van, és aki ezt nem tagadja meg, és aki úgymond nem tér meg hozzá, nem fordul hozzá teljes szívével, hogy Isten megtisztítsa az ő gondolkodását, az ő lelkét. Tehát Isten nem kedveli a demokráciát, és sajnos az emberi rendszerek közül az van, hogy még mindig a királyság volna a legműködőbb, az volna jobb, mint ez a keleti diktatúra, ami volt ugye Oroszországban, Kínában. Amúgy az egyfajta királyság, ugye, tehát nem nevezik királynak az elnököt, de mégis maga rendszer az úgy működik. És tudjuk jól, hogy mi utáljuk a kommunizmust, utáltuk a diktatúrát, mert ugye leszűkítette a mi szabadságunkat, a mozgásterünket. De mégis valahány emberrel beszéltem mostanig a régi rendszerről, a kommunizmusról, idősebbekkel, mint én. Azt tapasztaltam, hogy mindenki egyetért azzal, hogy noha a régi rendszerben tilos volt templomba járni, volt ilyen is Romániában, főképp bizonyos ilyen tisztségviselőknek, tilos volt templomba járni, tilos volt összejönni baráti társaságokba, beszélgetni, mégis többen tették ezt. Tehát amikor tilos volt Istenről beszélni, vagy Istenhez fordulni, vagy templomba járni, akkor az emberek azt cselekedték. Amikor tilos volt összegyűlni baráti társaságokban, és egymásnak segíteni, egymást szolgálni, úgymond, tehát szolgálatot esteni egymás irányába, akkor az emberek azt cselekedték. Tehát noha külsőképpen nyomorúság alatt voltunk, ugye, ahogy mondja Károlyi Gáspár, a régi rendszerben, a diktatúrában, mégis az történt, hogy az emberek jobban ragaszkodtak Istenhez, jobban ragaszkodtak az erkölcshöz, jobban ragaszkodtak a szeretethez, mint mostan. Most már szabad templomba menni, mehetünk, mert ott nincsen semmi. Kicsi mise, nagy mise, nem történik semmi se, ugye? Most már szabadna egymásnak segíteni, de mindenki el van foglalva az ő kis királyságával, az ő egójával, az ő egójának az építésével, az ő kis földi uralmának az építésével. Tehát most már minden szabad, lehetne segíteni, össze lehetne ülni, össze lehetne gyűlni, lehetne beszélgetni Isten országáról, de oda vagyunk kerülve, hogy itt legalábbis Székelyföldön szégyen Jézus Krisztus nevét kimondani. Szégyen az ő szaváról beszélni. Az emberek nem kíváncsiak. Arra igen, hogy na hát mivel föttel a házat, mivel szigeteltél, milyen autót vettél, eszi-e rozsda, hány lóerő van benne. Na erről nem, erről lehet addig beszélni, amíg a sörs, a pálinka elfogy. De arról beszélni, hogy Isten mit javasol nekünk, hogy éljünk, és azt mi megéljük, ugye, ne csak beszélni, hanem azt meg is éljük, na ez már szégyen. Jézus neve szégyen, hogyha nem a pap mondja húsvétkor, vagy karácsonykor, amikor elmegyünk misére, hanem valaki más mondja, aki megismeri azt, és örömmel beszél arról, és megmutatja azt, az gyorsan leszektásozzák, azt mondják, hogy szektás, meg van bolondulva, meghűlt, hiába, hogy csodák történnek körülötte, Isten az erejét adja az ő szava mellé, mégis az emberek megvetik, lenézik az ilyen embereket, akik az igazsághoz ragaszkodnak. Drága embertársak, igen, a királyság volna a legjobb, és ez is fog történni. Tehát, hogyha még lesz élet a földön, hogyha lesz élet a háború után, Kárpát-medencében teljesen biztos, hogy az nem úgy fog történni, hogy kezdődik egy demokratikus szavazással. Nem, drága emberek. Ott lesz egy önkény uralkodó,
aki tehát nagy mértékben azt fogja cselekedni a néppel, nem azt, amit a nép akar, amit a nép választ magának, mert a nép mindig a romlást választja. Ez a tapasztalat. Az emberek mindig a romlást választják, azt szokták meg, a kényelmet választják, a látszatot választják, és ezért ugye Isten nem engedheti, hogy az ember a saját választása szerint éljen, mert akkor el fog veszni az ő lelke. Ezért be fog jönni újból a törvény Magyarországra, a Kárpát-medencébe. Nagyon kemény, szigorú törvények lesznek, és az szerint fog történni az élet, és hát Isten ments, drága emberek, attól, hogy a mindenható az igazságot, a törvényt a demokratikus szavazás tárgyává tegye. Mert hogyha úgy azt tenni, akkor azt mondaná, hogy hát a többségnek van igaza, de ez hazugság, sosem volt a többségnek igaza, drága emberek. Tehát a felfedezők sem a többség voltak, Jézus sem a többség volt, ő egyedül volt, egyedül győzte le a halált, még Péter is megtagadta őt, vagyis Péter is csábította őt, hogy gyere, menjünk el, mester. Tehát a többségnek soha nem volt igaza, drága emberek. És az igazság mindig azoknál volt, akik legyőzték a tenger hullámait, a népek tengerének a hullámait, a tömeg gondolkodást. Az igazság mindig azoknál volt a kisebbségnél, akik a keskeny úton voltak. Tehát egyértelmű, hogy maga a demokrácia, amit mi úgy hívunk, hogy demokrácia, az maga a sátánnak a rendszere, amikor a tömeggondolkodás érvényesül. Ez a demokrácia, a tömeggondolkodásnak az érvényesítése. De a tömeggondolkodás az mindig olyan, amilyen, ahogy láthatjuk, hogy milyen a tömeggondolkodás, hogyan gondolkodik a tömeg. Ha az idén a trapéz nadrága a divat, akkor a tömeg azt fogja viselni. Ha jövőben a ráfeszülős nadrág lesz a divat, akkor a többség azt fogja viselni. Hogyha a következő évben a homoszexuális házasság lesz a divat, a többség azt fogja csinálni. Ilyen a többség, teljes jellemtelenség, drága emberek. Ilyen a többség nem gondolkodik, a többség hisz, de nem Isten szavában, hanem a hazugságban, az elbukott emberi gondolkodásban. Hogyha Isten a többségre bízná az igazságot, mindenki elpusztulna. Egyetlen lélek sem menekülne meg. Egyetlen lélek sem menekülne meg. Hogy mi lenne a megoldás, például Magyarországon? Persze ezt Isten majd eldönti, ő tudja, hogy lesz jó, de az teljesen biztos, hogy hát arról már sokszor beszéltünk, hogy Magyarországnak egyedüli esélye most ebben a háborúban, hogy ne kelljen megint folyjon a magyar vér, az lenne, hogy ne egyáltalán nem szövetkezik Amerikával, a nyugattal, a Szodomával és a Gomorával, megtagadja azt a szövetséget, és semmiképp nem szövetkezik az oroszok ellen, mert az orosz, ugye a kelet, ők a törvényt képviselik, tehát ők úgymond kedvesek Istennek azáltal, hogy a törvényt tartják. A kegyelmet nem ismerik, de a törvényt tartják. Hogyha most Magyarország újból Amerika a nyugat mellett dönt, azáltal megint Magyarország vezetői, a Magyarország influencerei, ugye, akik befolyásolják az emberek gondolkodását, Magyarország vezetői, a nemzet vezetői, vallási vezetői, politikai vezetői, a celebek, az énekesek és a sztárok, akik hatást gyakorolnak az emberekre, hogyha ők az amerikaizmus, a valami Amerika felé vezetik az embereket, akkor ők azok, akik ugye vérfürdőt, ők a hamis proféták, a rendszernek a hamis profétái, akik fölösleges vérfürdőt szerveznek Magyarországon. Nagyon sok magyar lélek felkészületlenül fog elveszni most megint. A magyar nemzetnek az esélye az volna, tudom, hogy hülyén hangzik, hogyha ez, ami mostan van, ez megerősödne, meg lenne erősítve, de Isten által, Isten igazsága által, hogy Magyarországon ne az emberek döntsenek, ne a tömeg döntsön, hanem egy olyan személy, egészen pontosan olyan személyek, akik ismerik a törvényt. Ugye Oroszországban valamelyest ez történik, hogy ott nem a demokrácia dönt, sem Kínában, hanem a törvény dönt. Hogyha már a kegyelem nem kelt, akkor a törvény az ugye, az még
használható arra, hogy éljünk. Legjobb az volna, hogyha megalakulna a magyar királyság, ami szintén egyfajta diktatúra, mert ott nincsen olyan, hogy az embernek szabad választási joga, meg hogy megegyezzük, majd eldöntjük, majd a többség dönt. A királyság ez sosem erről szólt, drága emberek. A királyság nem erről szólt. És többször elmondtuk azt is, hogy Isten ezt sem akart, ő királyságot sem akart, ő teljes szabadságot akart, de bölcsesség és az igazság szeretete nélkül nincsen szabadság. Ezért a legjobb a királyság. Hát most úgy is lehetne mondani, hogy a legjobb talán az volna, hogyha Orbán már ilyen sokáig vitte az országot, akkor ő király lenne. Király lenne, mert úgy is az történik, amit Isten akar, de akkor legalább a nép, a nemzet úgymond nem akadályozza azt, hogy Istennek az akarata érvényesüljön, és nem veszélyezteti a saját sorsát. Tehát jó volna egy király Magyarországon, és a király az diktátor. Nem muszáj könyörtelen legyen, mert voltak ugye olyan királyok, akik ismerték Istent. Eddig is voltak, és ezután is lesznek olyan királyok, akik ismerték Istent. De a királyság lenne az élhető rendszer Magyarországon, hogyha már valaki nagyon ragaszkodik a földi élethez, a testi elbukott élethez. És tudom, hogy mindenképp ez fog megvalósulni most már Orbánnal, vagy Orbán nélkül, teljesen mindegy, hogyha lesz élet Magyarországon, akkor ez kell, hogy megvalósuljon, mert másképp az emberek lemennek a disznók segge alá, lemennek a kutyák segge alá, lemennek a csótány üzemmódba, belemennek a teljes perverzióba, újból, tehát nem hogy újból, hanem Magyarországon is egy Szodoma és Gomora lesz. Nem hiába mondja a film az, hogy valami Amerika, tehát Amerika az új Szodoma és a Gomora, tehát Magyarország is valami Szodoma és Gomora, és ezért van veszélyben a nemzet sorsa. Ezért van veszélyben a nemzet sorsa. Isten egyértelműen kijelentette azt, hogy a most közelgő háború alkalmával, és hát eddig is ugye történt az elmúlt években is, akik lázadtak, ugye, akik a rendszernek hittek és Istenhez nem fordultak, nem ismerték őt, elvesztek. Most a háborúban még többen el fognak veszni. Isten azt mutatta, hogy a pirossak fognak elveszni. Ugye a magyar zászlóban a piros az erőt jelenti. Az erő meg azt jelenti, hogy az ember a saját értelmében és a saját erejében bízik. Tehát a gyermeke által Isten kijelentette azt, hogy azok a pirossak, akik emberi erővel és emberi értelemmel akarnak cselekedni, emberi erő és emberi értelem szerint akarják Istent is megismerni, ezek a pirossak, akik erősködni akarnak, akik okoskodni akarnak. A fehérek azok, akik hűségesek, ugye a hűséget jelenti a fehér, legalábbis tudtommal, akik hűségesek az élő Istenhez, az ő szavához, Krisztushoz, ők megmaradnak. A zöldek a reménységesek, akik remélik azt, hogy tehát van reménységük, hogy az, amit Isten mond, az jó és tökéletes, és az ő szavában bíznak a hűségesek és a reménységesek. És ezekkel fog indulni ugye az új mag Magyarországon, az új magyarország, ugye, akik hűségesek és reménységesek, akikből hősököt csinálnak, ugye, megint a háborúval, azok a pirosak, azok el fognak veszni. És teljesen biztos, hogy nem fog segíteni rajtuk az sem, hogyha lesz egy ilyen közös sír, meg közös műemlék, és lesz egy újabb március 15, amikor megint megünneplik évente az ő hőstetteiket. Nem attól válik valaki hősé, hogy egy hazugságot követve, öngyilkosságot követel, belemegy egy öngyilkos háborúba, öngyilkos vérengzésbe, hanem azáltal válik hősé valaki, hogy megismeri az igazságot. Attól függetlenül, hogy a tömeg mit gondol, a demokratikus tömeg mire szavaz, megismeri és felvállalja az igazságot. Megismeri Jézus szavát, a Krisztus beszélét és magára ölti azt. Na ezek a hősök, és sajnos Magyarországon jelenleg kevés ilyen hős van, akik megismerték volna az igazságot, és magukra öltötték volna azt, hogy az látszódjon, hogy mindenki megláthassa, hogy legyen világosság Magyarországon.
Ezt nem azért mondom, hogy károsztassam a magyar nemzetet, a magyar népet, az én magyar embertársaimat, hanem azért mondom, hogy ez legyen figyelmeztetés, figyelmeztető, szolgáljon figyelmeztető azok számára, akik megmenekülhetnek. Hogy értsük meg a lényeget, hogy mi történik a világban, mi történik az amerikai demokráciában, mi történik a magyar demokráciában, és mi lesz annak a következménye. Vérengzés, halál és kárhozat nagyon sok lélek számára a demokrácia következménye. És Isten 2000 évvel ezelőtt sem tette az igazságot a demokratikus szavazás tárgyává, és most sem fogja tenni. Ő felkínált két lehetőséget az emberek számára, a törvényt és a kegyelmet. Aki a kegyelmet nem választja, a törvényt választja. Aki a törvény ellen lázad, az el fog veszni, az a lélek kárba fog veszni, drága embertársak. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!